eddig 12 mérkőzést játszottak egymás ellen. Ugye ez abban az időből, amikor Jelle Klaasennek még létezett a turkárgya. Ugye neki most jelen pillanatban nincsen. A 12 mérkőzésen nagyon szépen igazságosan megosztoztak, 6-6 az állás. Legutoljára, hogy a 2020-ban, 2020 novemberében a Players Championship 21. fordulóján találkoztak. Ezt a búcsú mérkőzést, ezt Brandon Dolan nyerte 6-1 arányban Jelle Klaasen ellen. Előtte 6 mérkőzést nyert zsinórban Jelle Klaasen, ugyancsak Players Championship volt, akkor egy International Darts Open 2017-ben, a 2017-es világbajnokságon, a 2015-ös World Grand Prix-n, 2015-ös Gibraltar Darts Trophy-n és a 2015-ös UK Open. Ez a hat mérkőzés, amit Jelle Klaasen tudott magáévá tenni kettőjük közül. Hát nem mondhatjuk, hogy itt a European Tourokon Brandon Dolan úgy nagyon menetelni szokott. Nem. Tavalyi szezon óta, tehát a 2022-es idény, amikor elkezdődött a European Tour szempontjával, azóta összesen 12 versenyre kvalifikálta magát, ez a 13. És a 12-ből 8-szor is elveszítette a pénteki mérkőzését. Igen, rögtön az első. Tavaly is rájárt a rúd, mert ő tavaly kiemeltként volt szinte folyamatosan itt, és folyamatosan elbukta az első mérkőzését. Ezért aztán alig kapott pontot. Igen, Klaasen esetében pedig az a helyzet, hogy ő ez idő alatt, amíg Dolan 12-re kvalifikált, Klaasen 4-re, és ő mindegyik alkalommal megnyerte a pénteki mérkőzését. Egyet mindig nyert a holland, teljesen mindegyik ki volt az ellenfele. Ez legutóbb Ausztriában William O'Connor ellen sikerült 6-5-re, és aztán Johnny Claytontól is csak döntőlegben kapott ki szombaton. Brandon Dolan idei teljesítménye pedig úgy alakul, hogy a második és a harmadik tornán nyert egy-egy meccset Lennon és Ruprecht ellen, és egyébként itt a Leverkusen-i állomáson, tehát a másodikon még vasárnapra is eljutott, de azért, mert Luke Humphries visszalépett attól a 16 közé jutásért rendezett mérkőzéstől, akkor jött elő nála a betegség, akkor kellett először kihagyni egy fordulót, majd utána ugye még egyet kihagyott. Dolan 2 meccset nyert tulajdonképpen. 171-jel 16-ra kerekít Klaasen az első legben. Igyekszik megtartani a saját kezdését. 148-ra már rádobhat Dolan hátsó pályán, de nem lesz belőle semmi, mert szimpla ússzal kezd. A 128 két nyíllal pedig nem kiszálló, ugye? 48. Aki ezt a mérkőzést megnyeri, az Peter Wright-tal fog farkas szemet nézni a holnapi nap folyamán. És megvan a dupla 8, 1-0 Jelle Klaasennek. Ott is egy triplás kezdés ebben a görben. A Holland Darts Szövetség kihasználta az alkalmat, hogy Jelle Klaasennek nincsen jelenleg turkárdja, és ugye most idén ráadásul még a VDF-nek a berkein belül igyekszik fenntartani a formáját. Nagyon jól, mert ugye jelenleg is ranglista vezetője a férfi világranglistának. De tavaly ott volt a Gandiában a VDF Európa bajnokságon. Ilyen csapattársakkal, mint Wesley Plaisier, meg Danny Van Treep. Dylan Slavin. Igen, meg Brandon Dolan kedves felesége ott izgult. Dolan szempontjából is azért is érdekes ez a hétvége, mert beszéltünk arról már, hogy közeledik a World Cup of Darts, és igen, ezzel kapcsolatban
Ugye nyilván az országok is majd hamarosan kihirdetik azt, hogy kik fognak indulni az ő képviseletükben, és hát az utóbbi időben Brandon Dolan formán kívüli teljesítménye, közben nézzük, hogy meg lesz a 143-as kiszálló, nem? Szóval azt eredményezte, hogy Josh Rock szépen megérkezett mögé, és akár még ezen a hétvégén, hát még megelőzi nem tudja, de nagyon-nagyon zárkózhat Josh Rock, hiszen az ő esetében gyakorlatilag most már az a helyzet, hogy minden egyes European Tour állomáson benne van a pakliban, hogy a legjobb négyig menet első, akár még a győzelemre is megvan az esélye. A Dolan esetében ez azért ez nem így van, az a hetesben. Hát főleg így, hogyha nem találja a nagy szimpla kerekítőt. Na, dupla 9-es 20. Az már megvan. Ügyesen kiszámolta, hogy 16-ból 7 az 9. Búra megyre, Klaassen 25 maradt. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy Dolan a 27. a világranglistán, és van 224.250 font a neve mellett. Ezben nézzük, hogy a dupla 10 megvan. Megvan. Josh Rock pedig kettő helyjel van mindössze mögötte. Igen, de és hát Daryl Gurney is ott van. Tehát itt egymás mögött vannak hárman, Dolan, Gurney és Rock a 27-28-29. Helyen. Gyönyörű. És hát de... Gurney nincs itt a hétvégén. Igen. Köszönhető Richard Westlának. Igen, úgyhogy ez itt még nagyon nagy meccs lesz hármajuk közül. Északír följebb nincs is szerintem. Nincs, ők a ők top három északír, igen. Tehát ők itt szépen az elkövetkezendő hetekben eldöntik egymás között, hogy akkor ki lehet az, aki megy majd a World Cup of Darts-ra. Hát én úgy gondolom, hogy Josh Rockkal mindenképpen jól jár az északír válogatott. Tehát jelenlegi hogy... forma alapján neki kellene az első számú embernek lenni, és akkor majd Dolan is... Gurney eldöntik, hogy ki megy vele. Igen, és hát egyébként az idei év teljesítménye alapján, meg az utóbbi fél év alapján azt kell mondani, hogy hát papíron ez a Rock-Gurney duó lenne, de hát Dolan azért mindig előrébb van a világranglistán. Igen, mert bár hullámzó a játéka, de azért, amikor kell, azért csak oda tudja tenni magát. 59. Megnéznék egy Josh Rock Brandon Dolan meccset megint. De nem lesz jó esélye, vagy hát ahhoz el kellene menetelni a döntőig mind a kettőig, hanem egy ágon vannak. Azzal lássuk, hogy csekély az esély. Igen. 60. Nem túl erős kör ez Klaassentől, most érkezik meg kiszállóra, de még 132, miközben Dolan kihasználhatja ezt a lehetőséget. Ebből nem lesz kiszálló. Kiszálló nincs, de azért... Egy 104-re való kerekítés sikerült összehozni. 132-re egy bull, ott van még egy bull, fölötte van, úgyhogy már csak kerekíteni lehet 40-re. ...104-re Dolan. Nagyon jó. És a dupla 16. Ott van benne a 104-es kiszálló. Elvette Jelle Klaassen kezdését Brandon Dolan. ...140, ugye válaszol is, Klaassen belehúzott, vissza akarja venni rögtön azt a bréket. Olyan pici pohárban osztják errefelé a sört. 100. Megint jön a tripla. Egy jó. Most csak egy, de így is van egy kis előnye, 80 pont hátsó pályán Klaassennek. Jó fog az még jönni később. 60 pont. No. Vannak az írek, észak-írek szurkolói is. Na, ugye inkább ír, de még akár a elnézve. Igen, a lóhere. Dolan szettjét, meg a bevonuló zenét simán magára veheti ezt is. Igen.
140-nel 141-ig jön le Dolan. Klaassen két nagyon jó kör után egy kicsit belassított. Ott a tripla 20, tripla 19, az nem jön, 62-nél tripla 10, az jön, 32-n várja a 16. nyilának lehetőségét. Amire meg is van az esély, mert hogy nem dobott triplát, csak a 3. nyillal Klaassen, így nem tudott rádobni a kiszállóra. Dupla 16-ra Dolan. Még mindig dupla 16. És az most benne van. Nagyon kell figyelnem arra, hogy hogy mondom azt, amikor nem talál bele a duplába, a játékos kívülről közelíti. Mi történt? Valaki nagyon hangosodott. Mert hogy tegnap beszélgettem Érden, és mondták, hogy túl sokszor mondom azt, hogy na még egyszer, és azt az ígéretet kaptam Tekaer Patriktól, hogy valakit le fog itatni, mert akárhányszor azt mondom, hogy na még egyszer, valakinek innia kell egy felest. Ezért vigyázok nagyon, vigyázok bárkinek is az egészségére, és megpróbálom nem kimondani. Péntek délután elég extra lenne ilyen hívós játékot játszani, de... Munkaidő után már lehet. Közben itt azért végignéztem az egész délutáni teljesítményt, és hát az, amit éreztünk, meg éreznek, gondolom önök is ott a tévéképernyők előtt, azért az beigazolódni látszik, hogy kicsit vontatott mérkőzések vannak, és igen. Az utóbbi időben, hát ha nem is el voltunk kényeztetve, de azért nagyon-nagyon jó színvonalú mérkőzéseket is láthattunk itt a péntek délutáni meccseken is. Na most ugye az a helyzet, hogy lejátszottak eddig 6 meccset, tehát 12 játékosunk volt eddig a színvonalon, aki már be is fejezte, tehát Klaassen és Dolan duóján kívül. 12-en játszottak eddig, abból 90-es alatti átlagot értek. Igen, el. A szokásos péntek délutáni kezdés. Volt egy meccsünk, a Van den Bohaarde Campbell meccs, ahol mind a ketten 90 fölött zártak, illetve végül Dalibor Smoliknak lett meg a 90 fölötti teljesítmény. 91-22-vel mindenki más 80 valamennyi sárkában. Hullon lehet hozni ezt a leget közben, de Klaassennek. Júj eltolta a nyíl. 19 lett így, úgyhogy maradt a 31. Miközben Dolan, ha ezt a 61-et megoldja, akkor már 4-1-re vezethet. Dupla 18-ra 2 nyíl, elsőre benne van. 14 nyilas játék hátsó pályán. Klaassen pedig szomorúan kortyolhat egyet a vizébe, mert hogy egyelőre úgy néz ki, hogy ez a meccs elment számára. Bár volt ma már olyan, aki 4-1-re vezetett és kikapott innen. Igen. És ugye jól emlékszem, hogy az első leget az jelek Klaassen hozta? Igen. Igen, tehát hogy visszatértünk oda, igen, ahol a nap elején voltunk. Száz pont a dobás. Száz nyolcvan! Klaassen ébredezik. Száz pont a folytatás, 9 nyíl után már kiszállón van Klaassen, 161-en. Dolan még csak most fog kerekíteni kiszállóra. Nagyon szépen, mert tripla 20-szal kezd, második is benne van. És rádobott a búra, hogy 32 maradjon, de nem sikerült, egy 5-ös. Kicsit el lett számolva Dolannek a szkórtábla szerint, mert csak 77-je van, nem 157.
Dupla 20-ra, alatta van, maradt a 20 pont, 77-re Klaassen. És egyből megvan. 4-2, ezt most muszáj volt elhoznia. Egy bréket legalább visszavesz. Igen, 96-tal folytatja saját kezdési legjében. 58. Száz nyolcvan! Tényleg felébredt a holland. Száz pont Dolentől. Száz negyvennel folytatja. 180 után Klaassen, így már 9 pont, miután 85 ponton van. ...91 fölötti átlagot mutat most Klaassen játéka. 87-es Dolené. Dupla, 12 megint jött, nagyon szép. 4-3. És Dolan szektorhibával kezdi az első körét. 46. Kezd kísértetiesen hasonlítani ez a mérkőzés arra, amit elbukott itt a délután folyamán az egyik cseh játékos. Igen. Gyorsan akartam mondani, melyikük volt az. Pisek. Pisek, igen. Pisek, Pisek vezetett 4-1-re és kapott ki onnantól. Negyedik is helyén van, ötödik is a helyén van. 140! Valamit most nagyon talált Jelle Klaassen. Egyébként amikor 4-1-re vezetett Dolan az átlagokat tekintve, akkor is nagyon fej-fej mellett voltak. Nem csak feltétlenül ezen múlott, viszont most meghúzza. Ismét ott a tripla. Szép, 137, 47 marad. Bármit dob Dolan, ki tud egyenlíteni Jelle Klaassen. Jön a tripla azért. 99-el 76-ot hagy magának Dolan. Klaassen 15-ös és dupla 16-ra két nyíl. Egyből is megvan az. 4-4 az állás. Szépen visszahozta magát a játékba Jelle Klaassen, és ő kezdi a 9. leget. Dolan szempontjából ez csapás, csapás hátán. 121. Itt lehet látni, hogy mennyire felpörgette magát Jelle Klaassen. 14, 12 és 11 nyilassal hozta vissza magát a játékba. És ismét ott a tripla, kettő is, 140. Itt is van kettő tripla, ez is 140. Ez egyelőre egy nagyon erős leg. Egészen eddig Klaassentől. Rosszkor jöttek a hibák, mert simán ott lehetett volna három kör után kiszállón, de ő nem lesz. Dolannek pedig még mindig megvan az esélye erre. Bizony, három szimplával is ott tud lenni akár. És eddig kettő szimpla megvan. 59-el pontosan 162-re tudott megérkezni. Nagyon ügyesen kiszámolta Brendan Dolan, hogy így legalább nincsen kiszállón. 58 pont Klaassentől, ő viszont legalább kiszállón van ezzel, 128-on. Biztos, hogy rá fog dobni.
123-nál, tripla 19 nem ártana, de inkább visszavált, 63 marad. 128-ra Klaassen. 110-nél tripla 20 muszáj, nem jött vissza tripla 18-ra, nem, végigdobja a sémát, így marad 40 pontja. 63-ra Dolan. Tripla 13-ra dob, meg is van, és dupla 12-re kettő nyíl. Dupla 6-ra még mindig van egy, és az benne van. 5-4, ennél tovább nem engedi egyelőre az ellenfelét. És ő is kezdi az utolsó leget. Nagyon jó kezd Dolan, egy tripla 20-szal. Alul jött még egy tripla 137 a kezdés. Itt is jön kettő tripla. 180! Igazi jó kis adok-kapok lett ebből a mérkőzésből. Itt is jön kettő tripla. 140! 224-ig tud lejönni így Dolan. Negyedik is benne Klaassennek. Az ötödik már alatta van. 95 csak. Ezzel elveszítette azt a kis előnyét, ami volt neki. Az a tripla öttel. Ott a tripla 20, második fölötte van. 100 ponttal már kiszállón van Dolan. És kettő szektor hiba Klaassennél. Megint beleragad a kezébe a nyíl. Kezd izzadni a tenyere valószínűleg. Csak 30 pont. 6 biztos nyila van Brendan Dolannek, hogy megnyeri a mérkőzést. Rámegy a tripla 18-ra, megvan, de nem fog rádobni a búra, hanem 18-asra kerekít, dupla 16-ra. 196-ról Klaassen. Tripla 5 a második nyíl. 92 a dobás, 104 marad. 3 mérkőzés nyílt Dolan kezében. Elsőre benne van, 6-4 arányú győzelem Brendan Dolan számlájára fölírva. Hát 4-1-ről illett, és ő nem esik ugyanabban a hibában, mint Smolik tette, ő legalább behúzza a mérkőzést. Klaassennek a nagy sorozata tehát véget ér, most kikap pénteken, és Dolan ezúttal most szintet lép, és legalább ezt a mérkőzését megnyeri, ráfért. Igen, és így szépítsük egy kicsit ugye a torna átlagát, 96-36-tal végzett Jelle Klaassen, és 93-47-tel Brendan Dolan. Igazán jól megpörgették itt a végére a mérkőzést. No hát egyetlen egy meccsünk maradt még hátra, úgyhogy hamarosan jövünk vissza az ilyen White Mind-edekkel mérkőzéssel.